Rákócziban egyesül a magyar történelem valamennyi nagyszerű mozzanata, az önmagát feláldozó, a magyar szabadságért mindent feláldozó főúr, aki a székláparagás közben is megőrzi a rodostói számüzetésben emberi méltóságát, imákat ír, és mindig népe szabadságáért aggódik. Megjelenik benne az édesanyjától elszakított gyermek, aki már kis gyermekkorában Vérdben ott serénykedik a munkácsi várvédő falakon. Megjelenik benne a prágai jezsuiták szigorába száműzött gyermeknek és ifjúnak a jelleme. Azután a császári udvar ármánykodása, hogy letérítsék történelmi útjáról, és megjelenik benne Bercsényivel való találkozása után az az ősi tűz, amely táplálkozik az Árpádházi királyoktól származó ősei táplálják azt a tüzet, amelyet magyar szabadságnak nevezünk. Úgyhogy Rákóczi itt, ahol zászlót bontott a mai Kárpátalja területén, és itt, ahol elhagyta az akkori Magyarország területét, és minden falu őriz egy-egy emléket róla, végre hazatért egy nagyszerű szobor jelképében Beregszász Budapestről elnevezett egyik terére, és immár egy szimbólumává vál Kárpátaljának, fölzárkózik a többi szimbólumhoz, amely azt üzeni a mai magyar nemzetnek, a mai magyar kormánynak és a mai magyar nemzetpolitikának, hogy csak együtt tudunk boldogulni a 21. században.